Szüleimnek nagyon fontos volt, ami jó, minél jobb felnevelésünk. Ugye hárman vagyunk testvérek, három fiú. Én vagyok a legidősebb. Úgyhogy először Forrai Katalinnak a zeneóvodájába jártunk, utána a rádió gyermekkórusába kerültem. Na most itt az éneklés olyan természetes dolog volt számunkra, mint a halnak a víz. Később aztán édesapám kórusaiba is segítettem, hol énekelni, hol szólamot betanítani, de igazából a gyerekkórusban lett nekem természetes közegem a kórus. Van egyfajta kórus, karnagyi kórus érzék, azt hiszem ezt viszont édesapámtól örököltem. Úgy emlékszem, hogy már másodikos voltam, amikor a Csányi Laci bácsi odaállított az osztály elé, egy osztályvizsgán, akkor még vizsga is volt a tanév végén, hogy vezényeljem az osztályt. Aztán ez később is sokszor előfordult, de igazából az, hogy zenész leszek, ezt valamikor az első gimnázium környékén határoztam el, és akkor úgy éreztem, hogy zongorista leszek. Csodálatos zongoratanárnőm volt, Ötvös Péter zeneszerzőnek az édesanyja, egy kiváló muzsikus. És így a zongorán keresztül értem muzsikussá. Kórus éneklés az, most ha gyerekekre gondolok, valahogy a zenei tevékenységnek a csúcsa. Tehát amit ők tanulnak énekórán, szolfésórán, mindenütt, az egyszer csak egy művészi alkotó munkában nyer jutalmat. A kórusban olyat hoznak létre, amire egyenként képtelenek volnának. Tehát a döbbenetes, hogy különböző közepes képességű gyerekek összejönnek, és egyszer csak az az új valami, ami megszületik, ez egy olyan magasrendű dolog, amire egyikük se le volna képes. A kórusban megtanulnak alkalmazkodni, megtanulnak felelősséget, igényességet, fegyelmet, egymásra való figyelmet. Megtanulnak egy célért odaadóan dolgozni, segíteni egymást. És közben értéket hoznak létre, és a gyönyörű az, hogy ez a megalkotott érték közben létrehozza őket. Az együtt törekszünk a tökéletesre. Ez egyben egy munka, egy örömteli fáradtság, de ennek a gyümölcse egy fantasztikus közösségi öröm. Hát sokféle helyen dolgoztam, de bekerültem egy zenei tagozatú általános iskolába. Itt szembe találtam magamat egy igen kezdetleges gyermekkórussal. És a napi munka során, ami jelentett egyrészt egy komoly zenei munkát, másrészt egy nagyon komoly nevelő munkát. Közben létrejött a Jubiláte gyermekkar, amelyik Európának az egyik legjobb gyermekkarává nőtte ki magát. Az iskolában megtapasztaltam egyrészt egy hatalmas hiányt. Azt, hogy a nevelő társaim nem igazán tudják, hogy mire, miért és hogyan neveljenek. Ugyanakkor én úgy éltem meg minden helyzetet a gyerekekkel, mint egy nevelési zicser helyzetet. Megtapasztaltam azt, hogy az a fajta nevelés, ahogy mi együtt vagyunk, kirándultunk, összejöveteleket tartottunk. Délután fölajánlottam, hogy személyes beszélgetésre lehet jönni. Sorba álltak a folyosón estig a gyerekek, hogy egy kicsit beszélgessünk az életükről. És egy rendkívül igényes, örömteli, szeretetteljes zenei munka is folyt. És úgy tapasztaltam ezt, hogy ők ezt nagyon igénylik. Közben megismertem a katedrálisi kórusiskoláknak a fantasztikus énekkultúráját.
És hát tulajdonképpen ezek voltak a nagy ösztönző erők, amik elindítottak arra, hogy létre kell hozni egy új iskolatípust, ahol egy gyermekközpontú, teljes embert nevelő, igazi nevelői erőtérben növekednek föl a gyerekek, és a zenének megvan ebben a nagyon fontos emberformáló szerepe. A neve, miután Kodály Zoltán nemzetnevelő tervének a megvalósítására törekeztünk, illetve a zenei általános iskola, az éneklőiskolának ez egy továbbfejlesztett változata. A kodályi elvek egyébként nagyon rokonak a kórusiskolai alapelvekkel, ami 1400-1600 éves hagyományra nyúlik vissza. Ezért Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola lett a neve. Először is van egy nevelési rendszerünk, amiben bizalom, családiasság, öröm, igényesség, fegyelem, ezek alkotnak egy fantasztikus erőt és erőteret. A nevelőközösség az egy közösség, akik egy célra törekszenek. Szeretnénk, ha a gyerek mindent egy helyen megkapna. Tehát az iskolát természetesen, a közismereti oktatásokat nagyon magas szinten, tehát egy viszonylag erős iskola vagyunk. Zenét, a zenét úgy is, hogy minden gyerek hangszert tanul, vagy hangszereket tanul, másodiktól tizedikig, kötelezően. Egy fantasztikus, közös zenei életet, ugye mindenki kórusban énekel, van kirándulásunk, egy sajátos szabadidő programunk, műhelyeink, ahol a gyerekek akár képzőművészetet, rajzot, agyagozást, mindenfélét tanulhatnak. Tehát egy ilyen komplex embernevelő műhely ez az iskola. Úgynevezett Kodály módszer igazából egy nevelési filozófia. Mégpedig egy klasszikus, sok évszázadra visszanyúló klasszikus nevelési filozófia, ahol a zenének az ember alakító erejét is felhasználva teljes embert, teljes személyiségeket szeretnénk nevelni. Kodály egy jól átgondolt emberképre, valódi komoly értékekre és igazságokra építi ezt a rendszert, és az a nagyon kevés hely, ahol ezt ma alkalmazzák, az bizonyítja azt, hogy ez működő jó rendszer. A bajunk az, hogy egyrészt nekünk általában a külföldi az, ami jobban tetszik, nem igazán ismerjük, és nem igazán értékeljük azt, amink van. A Kodály módszer az egy kiút lenne a mai oktatási, hát majdnem azt mondom, válságból, tehát abból a sok-sok problémából, amivel az iskola küszködik. Azt hiszem, hogy érdemes lenne megismernünk, nem is a zene miatt, hanem elsősorban a felnövekvő gyerekek és a nemzet miatt.